Na jó napot, folytatom már ezt a szozok is témát, és meg tudom mutatni, hogy szépen kitakarítottam, kimostam vízzel, de egyébként ez üregvédő, ez a fekete cucc, meg alvázvédő. Úgyhogy nagyon nem kéne szétrohadni neki, inkább itt a pereme rohadt, ezt is ma megcsiszolom legyezővel, ezt lefestem, alul is már megfestegettem, szétszettem, ezt a csavart kivettem, azt úgy. Na, fake futómű felújítás elnőrzés, ugye 2,5 év után nem árt. A videó majd egyszer csak meg fog állni, mert magának csinálja. Az a lényeg, hogy ugye van ez a fake nyereg, nagyon-nagyon súrolt. Hát berohadt. Ugye ez ilyen, ezek már ilyen hűtősök, az ezreseken még nem ilyen van. Van egy kis perem is, de ezt lehet, hogy majd ha le tudom szedni, akkor legyezőkoronggal végig tolom. Na de mi a lényeg? Fékeregnek ugye itt van egy 13-assa. Ide bele. Egy 13-as csavar. Valahol itt van. Hát ez elég nehezen jött ki amúgy. Ez megküzdött. Meg kell, kicsit kellene vagy priccolni, meg kopácsolni. Na ez úgy csak kijön onnan, akkor ugye ezt fel lehet nyitni, ezt a féknyerget. Hát ugye ez is beszokott rohadni a kalmantyú egyébként, ezt már meg lehet, hogyha többen vannak, akkor meg lehet próbálni. De valamit feltétlenül közé kell tenni. Na, jobbos-balos fék pofa ki. Azok itt vannak. Ugye ez a kopás érzékelés. Ezek még teljesen jó állapotban és mértékben vannak. Fel lehet csiszolgatni sík felületen. Aztán meg ez a két csúszka, ami ugye jár, ezeket kell majd szépen, kis ki is jött, ezeket szépen be lehet kenegetni faszául, hogy ezen van egy jó porvédő, és akkor ez hadd járja a további útját, az egy, ez pedig itt a másik csúszkája neki. Ezeknek feltétlen járni kell, mert ha az berohad, akkor nincs vég. Na akkor további futómű. A futómű fék alkatrészek, hát ugye vizsgálata, ugye a hajlékony fékcsőm az szerintem szép állapotban van, nem látom, hogy izélne. Ja, féltengely, harmonika is, gömcsukló, aztán jön ez a gólyalábas genyó, hát ugye még rohadás sincsen rajta, biztos kicserélték, ez is biztos 98 előtti, meg 2000-es, vagy utáni, és azokat kicserélték, visszahívták. Aztán teleszkóp folyás, olajfolyás nem látszik, porvédő egyben van, ez már ide visszacsúszik, akkor rugótányér, nem rozsdás szár, az nincs benne gané, rugók szépek. Hát ott fent már látszik, hogy rozsdáska, de hát ugye ezek nagyon sokat bírnak, meg aztán majd ez. Na hát az a lényeg, hogy ez itt úgy néz ki, hogy itt egész jó. Ezt meg kell csinálni mind a két oldalt majd ezt a dolgot. Ugye itt nekem van ilyen olajtaknyolásom, mert ugye főtengely színveringes a gép is, meg még szerintem a olajteknő is, mivel is valahogy ide kerültek a izék, de még az is lehet egy váltóból is. Aztán még itt lesz egy kis téma, takarítgatás, meg ugye hiba feltárás is elvégzendő munkák. Itt is az olajat lekapalgattam. Végül is az olaj ez ugye tartósítja. Itt is bent is ugye ez is izé lefekete cucc. Alvázvédő. Úgyhogy gondolom a másik oldalt is ilyen állapotban van. Végül is a fék az ennyi. Ennyi a témája. Mondom ezt, hogy megpróbálom, mert van egy jó. Hát lehet nincs egy milliméter, de ugye mind a két oldalt van neki vállacskája. Ja, és hogyha összerakjátok utána, akkor nyilván fake tisztítóval, mert ugye ez, ha zsír beszívja a fake pofa, akkor onnantól kezdve ezt el lehet hajintani. Légtelenítőt is meg szoktuk nézni, hogy milyen állapotban van. Szép. Ez is nagyon nehezen mozog, hál' Istennek. Úgyhogy. Hát ez a burkolata
a fékcsőnek ez a rozsdás szar. Itt ez már, vagyis ez nem is az, ez az elektronika valami. Ezt most nem tudom pontosan, mi az ABS-nek az elektronikája ilyen benne ebbe a kábelbe. Ez meg itt a, mert itt megy át merev fékcsőbe. Na, hát nagyjából ennyit gondoltam itten így. Suzuki is témában. Mondom, mindenféleképp át kell járni mindent, hogy fogjon meg, fasza legyen. Úgyhogy ezt is most szépen felcsiszolom egy sík felületen, üveglapon, egy kis finom papírra. Hát ez rozsdás, de mindegy. Ugye így csúszkál, így nyomkodja. Na jó van, sziasztok!